Tolnán 7 kiemelt sportegyesület működik, a kajakkenusok, a futszálosok, a kézilabdázók, a futballisták, az asztali teniszezők, a karatésok, valamint a vitálsportegyesület. Rengetegen mozognak ezekben a közösségekben nap mint nap. Nekik pedig egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora összegű támogatásra számíthatnak az idei évben. Jó hír, hogy az ezzel kapcsolatos döntés megszületett. A képviselőtestület tagjai úgy határoztak, a tavalyival megegyező mértékű forrással segítik nem csak a sportolókat, hanem a városban működő más civil szervezeteket is. Bár lenne arra módunk, hogy nagyobb mértékben tudjuk az elmúlt évhez képest támogatni ezeket az egyesületeket, egyelőre nem láttunk erre módot, tehát a tavalyi összeggel fogadtuk el ezeket a javaslatokat, tehát a kiemelt sportegyesületekre 10.200.000 forintot fogadtunk el, tömegsportpályázatra 800.000 forintot, közművelési pályázatra 3 millió forintot, és értékvédelmi pályázatra pedig 2 millió forintot. Tehát ezek azok a döntések, amelyek már korábban, illetve amelyek most megszülettek, és ezekre lehet majd például a tömegsportpályázatra, illetve a közművelési pályázatra a felhívás hamarosan megjelenik, és várjuk a pályázókat. A város idei költségvetése is szerepelt a legutóbbi testületi ülés napirendi pontjai között. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok. Bizonyos irányokat fogadtunk el, például gondolok itt arra, hogy béremelések tekintetében bizonyos intézményeknél ugye vannak olyan kötelező béremelések, amelyeket jogszabály ír elő. Itt most a kötelező bérminimum, illetve a minimál béremelés, illetve a szociális szférában és a köznevelésnél, ami jelen esetben Tolnán az óvodákat érinti. Ott a kötelező pótlékemelések voltak, vagy kötelező minimálbéremelkedések. Ezeket beépítettük a költségvetésbe, és gyakorlatilag ezek mellé, mikor már láttuk a számokat, így első körben tartalékba tettünk mindent, tehát a koncepcióba elfogadtuk azt, hogy a tavalyi év tartalékából fejlesztési tartalékba 300 millió forintot helyezünk el, és az iparűzési adót 10%-ban fejlesztésre, 90%-ban működésre használjuk, illetve a kommunális adót és az egyéb bevételeket pedig, illetve a kommunális adót fejlesztésre mindenképpen, de hát ezt jogszabály elő is írja, és minden más bevétel mehet a működésbe. Jó hír, hogy Tolna nemrégen több mint 100 millió forintnyi rezsikompenzációt kapott a kormánytól. Mások mellett ez is megkönnyíti az idei kiadások tervezését, de az is fontos szempont, hogy több 100 millió forint tartalékot sikerült 2022-ben képezni a városházán. Körülbelül 2,5 milliárdnyi főösszegű költségvetésben nagyon tervezhetően próbáltuk a kiadásokat, a működési kiadásokat betenni. Én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő testületülésen el is fogadja ezt majd a képviselőtestület. Tavaly készült el a Bartók Béla utcai városi bölcsöde. A 24 férőhelyes intézményt pályázati forrásból alakították ki, több mint 450 millió forintból. A kor követelményeit minden szempontból kielégítő intézményre nagy szükség volt a városban. Az 1990-es években szűnt meg ugyanis a mostani önkormányzati bölcsöde elődje. A feladatot az elmúlt időszakban két civil szervezet látta el. Csak hogy egyre több baba döntött úgy, hogy ők már pedig meg akarnak születni, így lépett a városvezetés. Az épület tehát kész, és a berendezések is a helyükön vannak, most viszont intézményvezetőt keresnek a bölcsöde élére. Mi azt terveztük, hogy április 1-től már működik a bölcsöde,
de sajnos ez nem fog megvalósulni. Legkorábban májusban tudjuk elindítani a bölcsödét, mégpedig azért, mert nincs vezető. Amíg nincs vezető, addig nincs alapítókirat, amíg nincs alapítókirat, addig nincs működési engedély. Tehát mind-mind azon múlik, hogy lesz-e megfelelő végzettségű és szakmai tapasztalattal bíró intézményvezető. Nem mi kötjük ki ezeket a feltételeket, hanem nagyon szigorú jogszabály. Tehát mi már tettünk volna engedményt egyébként, de felsőbb jogszabály nem ad erre lehetőséget, úgyhogy ezúton is szeretettel hívok mindenkit, illetve azokat, akik alkalmasak erre, hogy jöjjenek, és tényleg ebbe a meseszép bölcsödébe jöjjenek el dolgozni, és legyenek bátrak, és jelentkezzenek a vezetői pályázatra. Az élelmiszerek árainak fájó emelkedését mindannyian a saját bőrünkön érezzük. A napi bevásárlás most sokkal többe kerül, mint egy évvel ezelőtt. Ez pedig hatással van a közétkeztetést végző cégek díjszabására is. Mint ahogyan a legtöbb településen, így Tolnán sem elkerülhető ezen a területen az idei évben az áremelés. Tavalyi év második felében írtunk egy közbeszerzési eljárást, és addig egy tolnai vállalkozó volt az, aki biztosította a gyermekétkeztetést a városban. Most egy külső vállalkozó nyerte el ezt a lehetőséget. Már a vállalkozási szerződésben benne volt az, hogy a szakági inflációval január 1-től árat emelhet. Igen, emel árat. Tehát, de mindannyian látjuk, hogyha bemegyünk az üzletekbe, hogy mennyivel drágább már az alapanyag is, és bizonyára mindenki ismeri azt is, hogy nem, vagy tudomással bír arról is, hogy nem csak a nyersanyagárak, hanem a rezsiárak ugyanúgy, és itt értem ez alatt akár a munkabért, akár a gáz, akár a villanyszámla, annyira drasztikusan megemelkedett, hogy nem is csodálkozunk azon, hogy árat emel a vállalkozó. 17,3%-kal emelkedtek meg a díjak. Tolna viszont azon városok közé tartozik, ahol például a menzai ételekre a legtöbbeknek nincs panaszuk. A városban egyébként várhatóan március elején ülésezik legközelebb a képviselőtestület.